Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Míg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé és elment. Amikor a vetés kikelt és alázba szökkent, felütötte fejét a konkoly is, akkor a szolgák oda mentek a gazdához és megkérdezték: Uram, te ugye jó magot vetettél a földetbe. Honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték: akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt: nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak: előbb a konkolyt gyűjtsétek, összekössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáromba. Azután egy másik példabeszédet is mondott neki. A mennyek országa olyan, mint a mustármag, amelyet egy ember elvetett a földjébe. Bár kisebb ez minden más magnál, mégis amikor felnő, nagyobb minden veteménynél. Fává terebélyesedik, úgyhogy önnek az ég madarai és ágai között fészket rakja. Végül ezt a példabeszédet mondta neki: a mennyek országa olyan, mint a kovász, amelyet fogaz asszony belekever 3 béka lisztbe, és az egész megkel tőle. Mindez példabeszédekben mondta el Jézus a sokasságnak, és példabeszéd nélkül nem mondott nekik semmit, hogy beteljesedjék, amit a próféta mondott. Példabeszédekre nyitom ajkamat, s hirdetem, mi rejtve volt a világ kezdetétől. Akkor elbocsájtotta a tömeget, és hazament. Tanítványai pedig odájárultak hozzá, és kérték: magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Erre ő ezekkel a szavakkal válaszolt: aki a jó magot veti, az az ember fia. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai. Az ellenség, aki ezeket elveti, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogy a konkolyt összeszedik és tűzre vetik, elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, hogy szedjék össze országában mindazt, ami botrányos és minden törvényszegő. Ezeket tüzes kemencébe vetik, hogy sírás lesz és fogcsikorgatás. Az igazak pedig mind a nap ragyogni fognak atyuk országában. Akinek füle van, hallja meg! Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Addurunk, hogy egyházad napról napra gyarapodjék hitben, reményben és szeretetben. Mindenható örök Isten, szentelked segítsen mindnyájunkat, hogy a jót a rossztól megkülönböztetve mindig a jót kövessük, Krisztus, ami úr.